Sok vármegyei település polgármestere vett részt az elektromos hulladékszállító mintaprojekt megvalósítása című program nyitó rendezvényén. Szemléletformálás, illetve tapasztalatgyűjtés a projekt célja. A Hundával szerződött le a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási ügynökség, illetve az északalföldi gazdálkodási cég, és ennek keretében két elektromos jármű érkezik a közeljövőben, jövő év első felében Nyíregyházára. Paks és Debrecen mellett mi nyertük ezt a lehetőséget, hogy olyan tapasztalatok gyűjjenek össze, ami aztán az elektromobilitás segíti a hulladékgazdálkodás területén is. A rendszer szintű megoldásokat keresik és támogatják országos szinten, hiszen a nemzetközi kutatások is azt mutatják, nagy potenciálja van a karbonsemlegességnek a nehéz gépjárművek, így a közszolgáltatások és a közösségi közlekedés területén is. Erről a HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója beszélt. 140 elektromos busz van már Magyarország útjain. E kapcsán történtek meg azok a demonstrációs mintaprojektek itt Nyíregyházán is, tehát volt már közöttünk együttműködés, és 9000 tonna széndioxid évente az a megtakarítás, amivel tisztítjuk így az ország útjait. Ez a két jármű, ami az elektromos hulladékszállító projekt keretén belül ide kerül, 140 tonnával fogja könnyebbíteni éves szinten az utakat, itt Nyíregyházán lokálisan, globális céloknak alárendeltem. A zöld mobilitás projekt országosan mintegy 2 milliárd forintba kerül, amelyből Nyíregyháza 490 millió forint támogatást kap. Az így ide érkező járművek a város sűrűbben lakott területein fognak járni, ott, ahol jelentősebbek a légszennyezettségi problémák. Az egyéves tesztidőszak alatt az autók használhatóságát, teherbírását és hatótávját vizsgálják majd, az eredmények pedig a jövőbeli fejlesztéseket segítik. Most elsősorban a szelektív hulladékgyűjtésre használja majd az EAK, mint üzemeltető. Ilyen autóval még nincsenek Magyarországon tapasztalatok. Voltak már korábban elektromos hulladékgyűjtő autók, de azok ugye korábbi technológia, korábbi minőség, nem ilyen minőségiek voltak, én úgy tudom. Alapvetően el lehet mondani, hogy ezeknek az autóknak már sokkal nagyobb a hatótávja, mint hogy azt a hulladékgyűjtésnek a végére érjen. Tehát a hatótáv az ezeknél az autóknál nem igazán szempont, mert hamarabb meg fog telni, mint amire a hatótávja alkalmas lenne. A társaságunk jelenleg is rendelkezik napelemes kiserőművel, úgyhogy még a töltése is külön környezetbarát módon fog történni. A két elektromos hulladékszállító jármű 2025 év elején érkezik majd Nyíregyházára. A projekthez azonban más is tartozik. A szemléletformálás elsősorban az iskoláskorú gyerekeket érinti, körükben vetélkedőkkel, interaktív játékokkal népszerűsítik majd az elektromobilitást.